már lehet regisztrálni a koronavírus elleni védőoltásra. Ezt a regisztrációt meg lehet tenni az interneten, a www.vaccinainfo.gov.hu oldalon, és örömmel tapasztaljuk, hogy már nagyon sokan regisztráltak. Az idősek számára postai úton is lehetőség nyílik majd a regisztrációra, és a Magyar Posta péntektől kezdi kézbesíteni a 60 év fölöttiek részére dr. Müller Cecília országos tiszti főorvosasszony tájékoztató levelét. Ez a tájékoztató levél 2 millió nyugdíjast érint. A borítékban a levél mellett találni fognak egy regisztrációs lapot. Kérjük a nyugdíjasokat, hogy akik szeretnének regisztrálni a védőoltásra, töltsék ki ezt az adatlapot. A tajszámra, az életkor megadására van szükség, és természetesen egy telefonszámra vagy egy e-mail címre a kapcsolattartás biztosításához. A levélhez rendelkezésre áll majd egy válaszboríték, amelybe a kitöltött regisztrációs lapot ingyenesen vissza lehet küldeni. A postai kézbesítés először a főváros területén indul el, majd vidéken folytatódik. A kézbesítés több hétig tart, azonban az év végéig várhatóan minden nyugdíjas meg fogja kapni ezt a levelet. A koronavírus elleni tömeges védőoltásra várhatóan 2021 évelején kezdődhet el, miután megérkezik a megfelelő és biztonságos, a hatóságok által engedélyezett külföldi vakcina. Felszeretném hívni a figyelmet arra, hogy a védőoltás önkéntes és ingyenes lesz. A regisztráció nem jelent kötelezettséget a védőoltásra, ez csak a védőoltási iránti igényfelmérést szolgálja.